Kigördül a tűzoltóautó tolnán. Ezt csak a gyakorlat kedvéért tették meg a lánglovagok, ám nem sokáig pihenhettek. Paksi Ferenc, a tűzoltóság parancsnoka éppen azt fejtette ki televíziónknak, mi a nehéz ebben a szakmában, amikor valódi riasztás érkezett hozzájuk. Egy műszaki mentésnél, egy balesetnél embereket kell kimenteni. Nyilván akkor a feladatra koncentrál az ember, és ezt is így éli meg. Most kaptunk éppen egy riasztást. Paksi Ferenc 2016 óta vezeti a tolnai tűzoltóságot. Azt mondja, több tényező befolyásolta, amikor a tűzoltói hivatást választotta. Ott kezdődött az ember fiatalon, agilisként, hogy úgy érezte, hogy nagy dolgokra képes, és hogy van az emberben egy ilyen segíteni akarás, egy ilyen motiváció mások segítése irányába, én így tudnám jellemezni, és amikor pedig meg is tapasztalja, hogy más embereken segíthet, akkor ez úgy beleég az emberbe, és akkor ez így meg is marad. Miénk az egy önkormányzati tűzoltóság, ez egy köztestület, ez igazából 97-ben alakult, az önkormányzat és az önkéntes tűzoltó egyesület alapította, így jött létre. Azóta van folyamatos készenléti szolgálat, és hát a különbség abban nyilvánul meg, hogy a fizetések azért nem érik el a hivatásos tűzoltók fizetését, és annyi még, hogy igazából az önkormányzat működtetéséből vagyunk. 20 Hát igazából összegekről, hogyha nem is beszélünk, kapunk az országos katasztrófavédelme keresztül normatív támogatást. A normatív támogatás tavaly 27 millió forint volt, ebből tartják fenn magukat. A forrás egy része a bérekre megy, a fennmaradó összeget pedig a tűzoltóság működtetéséhez szükséges szerek laktanya állapotának fenntartására fordítják. A katasztrófa védelem pályázatán pedig több eszközt nyert a tolnai tűzoltóság. Amiben beletartozott a Weber feszítővágónknak a felújítása, rendbehozása, és még egyéb több eszközt, felszerelést tudtunk venni a fecskendőkhöz. Ami még jó történt ebbe az évben, hogy a tűzoltó egyesület, amellyel igazából karöltve dolgozunk együtt, ők kaptak tartós használatra egy Mercedes gépjármű fecskendőt, amivel erősödött a mi eszközállományunk is, tartalékfecskendőként be van állítva hozzánk. 8 fő főállású dolgozó van velem együtt, akik a tűzoltóságon végeznek munkát. Ő melléjük 17 kisegítő munkatársal tudtuk megoldani azt, hogy egész évben 4 fővel folyamatos készenléti szolgálatot tartsunk fent. A 8 fő nagyjából állandó. Voltak munkatársak, akik elmentek tőlünk, helyettük vettünk fel új embereket, nekük a képzésük folyamatban van. A tolnai tűzoltóknak van egy 4000 és egy 2000 literes víztartállyal rendelkező fecskendőjük. Igyekszünk a tartalékfecskendőt is ezekkel a dolgokkal napra készre feltölteni, hogyha ne adj Isten valami olyan dolog történik, amiért félre kell állítani, javítani kell a fecskendőt, akkor csak át kelljen ülni a tartalékra. Ez még folyamatban van. Jó a csapat, többen kiemelkedő teljesítményt nyújtanak, mondja Paksi Ferenc. Igazi vezetőként azonban senkit nem emelt ki név szerint. Azt mondja, mindenkinek a képességére szükség van. Mindenkinek megvan a helye ebben a csapatban. Van, aki egy bizonyos dologban jó, és a másik pedig egy másik dologban jó. Tehát ezen kívül igen, tehát konkrétan a kérdésre válaszolva, egy kolléga ki lett emelve, helyettesemként dolgozik 2021-től.